Kellemes hangulatban gyülekeztek az érdeklődők szeptember 4-én vasárnap délután az egyik Jászberényi Dózsa György úti vendéglátóhely előtt, hogy meghallgassák hazánk legnagyobb ellenzéki politikai közösségének országos és helyi törekvéseit a szeptemberiális országos programsorozat részeként. Az a politika, amit a jelenlegi kormány képvisel, az rossz politika. Annak az eredményei kegyetlenek a magyar polgárok számára. A szeptemberiális programsorozat Jászberényi állomásán Vadai Ágnes, a DK alelnöke volt dr. Gedei József vendége. A párt alelnöke elmondta, hogy a kormányzó Fidesz homlokegyenest ellentétes politikát hajt végre, mint amit ígért. Ennek következménye, hogy az ország legtöbb társadalmi osztálya rosszul jár, míg a fideszes tőkések gazdagodnak. Hogy egyetlen egy cél van az, amit neki folyamatosan teljesíteni kell, lerabolni a magyar adófizetők pénzét, és lerabolni az uniós adófizetők pénzét is. Nagyon szomorú, hogy az Orbáni lopás következménye az, hogy Magyarország számára, magyar polgárok számára járó uniós pénzek nem érkeznek meg Magyarországra. És azért nem érkeznek meg, mert pontosan tudják, hogy ezt is ellopnák. A Demokratikus Koalíció politikusa szerint közben az országban szinte minden tönkre megy, és rosszul érzik magukat itthon az emberek. Ezen igyekszik a DK egy új politikai alternatíva felmutatásával a jövőben változtatni. Konkrétumokra a következő hetekben számíthatunk. Szerintem hamarosan nem csak a jászberényiek, hanem minden magyar polgár látni fogja, hogy mik azok a konkrét pontok, amely mentén mi a politikánkat képviseljük, és amely egy másik Magyarországot, egy valódi európai magyar köztársaságot teremt, ahol jó élni és ahová jó hazajönni. Úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy a következő hetekben figyelje a híradásokat, meg fogjuk mutatni azokat az elképzeléseket, hogy hogyan kellene, miképpen kellene egyébként a meglévő problémákat, például most a legégetőbb a rezsi és a megélhetés és az infláció kérdését megoldani. A hamarosan érkező országos megoldások mellett dr. Gedei József helyi megoldások is kínált, kilépve a szerinte már működésképtelen ellenzéki összefogásból, melyben teljesen feloldódott a DK politikája a városvezetés nyomására. Más utat választottak, még csak az sem, ami közös volt. A Demokratikus Koalíció nyíltan és őszintén felvállalta ezt a közös programot, de mára már látható, hogy Jászberényben ez nem követhető. Nekünk új utakat kell választanunk, és ez a rendezvény erről fog szólni. Azért hívtuk ide a támogatóinkat, barátainkat, hogy megbeszéljük, hogyan váltsuk le az Orbán rendszerét, és hogyan váltsuk le ezt a városvezetést. A szeptemberiális programsorozat ezentúl köszönetet mondott a támogatóknak is, igyekezett továbbépíteni az ellenzéki platform 1 millióra becsült szavazórétegének belső összefogását. Köszönöm.